Idén 10 éve hunyt el Kassi János grafikus művész, kétszeres munkácsi és Kossuth díjas alkotó, aki a legutóbbi évtizedek magyar grafika történetének meghatározó képviselője volt, különösen könyvillusztrátori munkásságában, hiszen gazdag életművének jelentős részét teszik ki azok a könyvillusztrációk, amelyeket igazán aktívan az 1960-as, 70-es években, de lényegében véve életpályája egész folyamán készített, mintegy 400 könyvről van szó, de ezen kívül munkássága az alkalmazott grafika és a film számos területét felölelte, hiszen hazánk 10 legjobb éjek tervezője között van számon tartva, ezen kívül kiváló plakáttervező volt, ő volt az, aki John Halasszal együtt elkészítette Európa első digitális animációs filmjét, amely több díjat is nyert, illetve kiváló kapcsolatokat ápolt korának szellemi nagyságaival, folyóiratot is szerkesztett, az Újírásnak volt 1965 és 73 között a művészeti szerkesztője, valamint irodalmi igényű, esszéi, versei is kiemelkedő alkotások. Hogy miért is fontos róla beszélni, nem csak az évforduló kapcsán, hanem azért is, mert 2019 nyarán a Hódmezővásárhelyi Alföldi Galéria Kassi János előtt tisztelegve egy 5 termes és egy folyosófalra kiterjedő kiállítás rendezett, amelynek főanyagát a Szegedi Móra Ferenc Múzeumtól kaptuk, hiszen a Kass életműnek jelentős része a Múzeum Kass Galériájában található, mintegy 35 éve, 1985 óta. És ezen kiállítás alkalmával a kiállítás megnyitó Sárközi Mátyás Kossuth díjas író egy 13 tételből álló relikvia gyűjteménnyel gazdagította gyűjteményünket, amelyben egy kézzel írt levél, 4 darab Kass bélyeggel ellátott, illetve elsőnapos bélyegzős pecséttel ellátott boríték található, egy lektori vélemény Kass 1972-es fejek sorozatáról, egy karácsonyi lap, amit Sárközi Mátyás és felesége Kassi Jánostól és John Halasztól kapott, és az ő grafikáik láthatóak rajta, 2 fénykép, valamint Kass gyász jelentése található ebben a mappában. Kassi János 1927-ben Szegeden született, de a rövid szegedi gyermekkort igazából budapesti ifjúsági és alkotói évek követték, ugyanis az 1929-33-as gazdasági világválság következtében a család elveszítette szegedi vagyonát és Budapestre költözött, de mind szülei, mind később ő nagyon aktív kapcsolatot ápolt Szegeddel, és ezáltal egész Csongrád megyével is. Különösen a 70-es évekből foglalkoztatta erőteljesen őt, az akkor már kiforrott alkotóművészt, a Szegedhez való visszatalálásnak a gondolata, és az, hogy életművel jelentős hányadát szülővárosának ajándékozza, és ennek következtében a Hódmezővásárhelyi Alföldi Galéria létrejöttével egy évben, 1985-ben nyílt meg a Kass Galéria Szegeden. Kass ahhoz a fiatal grafikus nemzedékhez tartozott, akik az 1950-es évek végétől a reneszánszhoz, a népművészethez és az antik mitológiához nyúltak vissza. Ilyen alkotóművészek voltak például Csohány Kálmán, Vülc Ádám vagy Rej Károly, és ez a vonzalom beszivárgott az új grafikus nemzedék által illusztrált könyvekbe is, de az avantgárd felé is nyitott. Hinz Gyula tanítványa volt, akinek a révén a II. Világháborút követő hazai rajzművészetben a klasszicizáló rajzstílus vált meghatározóvá, melynek jellemző hazai képviselői a már említett alkotókon kívül Szász Endre is volt. Ez a grafikai stílus, melyet az 1930-as években Pablo Picasso előszeretettel alkalmazott, konszolidált modernizmusként kapott helyet a 60-as évek magyar művészetében. Kass az ember tragédiájához készült illusztrációin ennek a klasszicizáló vonalrajznak a modernizálására tett kísérletet. Magát az ember tragédiáját, a Madácsi főművet 1964-ben illusztrálta először, 66-os megjelenéssel, majd azt követően többször tért vissza illusztrátorként, és újabb megfogalmazásokban a műhöz. Ő volt az első, aki a tragédia mondani valóját, képi mondani valóját
nem csak modernül fogalmazta meg, hanem madácskoráról is hűen szólt, és részkarcai által nagyon különleges világba vezeti el a szemlélét. Ezekből a részkarcokból most fölmutatok egyet, mégpedig az egyik modell szint, az űr szint. Mint látható, egészen nagyméretűek ezek az illusztrációk, valójában az ember tragédiája első megjelenésénél a Magyar Helikon által kiadott kötetben azonban ezeknek az illusztrációknak csak a belső része került, ugyanis új technikával nyomtatta a részkarcokat olyan eszközzel, amit a pénzjegynyomdákban használnak, hengerrel, tehát nem síkfelületen, és ahhoz, hogy ezen a hengeren át tudja vinni az illusztrációnak a fő témáját, egy szélesebb keretet kellett hagyni az alkotónak a fő képmező körül, és ezt a keretet ő nem hagyta üresen. Ugye erre a keretre azért volt szükség, hogy fölcsíptesse a hengerre, és Kass, aki állandóan írt, gondolkodott, rajzolt, alkotott, karcolt, természetesen a megmaradó felületeket, a rézlemezt is kihasználta, és ezek a keret illusztrációk mind az Alföldi Galéria nyári kiállításában, mind több reprodukciós albumban nyomon követhetőek, amelyekben saját koráról, az elszemélytelenedés problematikájáról szól, illetve számos más műve, vagy azoknak az elővázlata is megfigyelhető benne. Például Kass a tragédia illusztrációkkal egy időben alkotta meg az egyik természettudományi lexikonnak az illusztrációit, ezért olyan sok a tudományos témájú elem, de saját korának az új vívmánya, a számítógép, vagy például az elgépiesedés is foglalkoztatta, amely a Madách életművel való első találkozás után két nagyobb és főműnek tekinthető sorozatában, az 1972-es fejekben, illetve az 1980-81-ben megszületett, Európa első digitalizációs rajzfilmjében, a Dilemmában is nyomon követhető.